következő. Pótszülő istenkép. Pótszülő. Ugye hát ez az, hogy hát amikor az Istenről alkotott pozitív képzeteim döntően a vágyaimra alapulnak. Ezt tettétek kifogás alá, amikor játszottuk azt a gyakorlatot, hogy Isten milyen tánc lenne, ha tánc lenne. Ugye, és fölhorkantak többen. Ha mindenkinek olyan, amilyet szeretne. Ez a vágyainkra alapuló istenkép. Ennek a gyökere is nagyon gyakran gyerekkorra vezettődnek vissza. Apu, anyu, nagyi, nem olyan, mint akartam volna, de ott vannak a vágyaim. Valaki szeressen, aki fogadjon el. Valakinek legyek, valakinek számítsak. És mindezeket a vágyaimat belelátom az Istenbe. A következtetéseim teljesen pontosak. Isten valóban úgy lát engem, mint aki fontos. A probléma nem ezzel van, hogy rosszat állítok Istenről, hanem a probléma ott van, hogy ezek a vágyaimban gyökereznek, ezek a képzeteim, a vágyaim pedig roppant illékonyak, roppant, nem építenék rá sokat. Itt is a kérdés az, hogy tudom-e a tapasztalatra gyökeresztetni, vagy a tapasztalatba beleoltani a pozitív istenképeimet, vagy képzeteimet. Ameddig csak a vágyaim adják a forrását a pozitív istenképzetnek, mögötte megint egy óriási űr van, hogy teremtettem magamnak egy istent. Aki sok jobb, hogyha ilyen, mintha még démonikus is lenne. Tehát ez egy nagyon nagy lépés. Hát most nem mindegy, hogy milyen Isten képzettel fekszem le aludni. Nem? Egy olyan Isten, hogy na most úgy álmomba is ráver a nem tudom mimre. Vagy pedig, hogy megsimogat és dédelget, mert úgy szeretném, hogy azt csinálja. Hát azért nem mindegy, minőségi különbség. Tehát ha már én alkotok magamnak Istent, legalább egy normálisat csináljak. Nem? Teljesen jó. Legyen ez a második lépés. De aztán a harmadikban reflektálok a képzeteimre, mennyire a vágy alapúak, és mennyire tapasztalat alapúak. Húzós ez, nem? Hát ez van. Hármas. Ideális Isten. Ideális Isten, idealizált Isten. Nagyon gyakran onnan, aki nem ismeri az apukáját. Valakinek korán meghalt az anyukája. Nagyon súlyosan terhelt az apuka vagy az anyuka. És az illető érzelmileg úgy marad életben, hogy idealizál magának egy Istent. Főleg, hogyha semmi nincsen, nincs apa, nincs anya, tidim-tidim. És akkor képzelek magamnak egy Istent, egy ideális valakit, akire nekem szükségem lenne. Mi történik? Neked sok. Mi történik ilyenkor? Szoktam figyelni olyan nagyon jóra való embereket, akiknek van egy hallatlanul pozitív, de idealizált Isten képzetük. Egy picit ez a jó tündér, aranyhal, kereszteződés Isten. Hát egy Isten képzet bárhogy tud kereszteződni, tehát ide még a, nem tudom, bölcs szakálú öreget is vehetjük, vagy a bölcs öreg szakálút, vagy nem tudom. Mi történik ilyenkor? Van egy idealizált, bár pozitív Isten képzet, az illető úgy csimpaszkodik bele, mint kismajom a műanya szőrébe. Ugye? Ismeritek a kísérletet? Annak a nyomorult kismajomnak, ha nem volt rendes anyja, mert az a csúnya pszichológus bácsi ilyen kísérletet talált ki annak a kismajomnak, érte is miséztünk múltkor, akkor mit fog csinálni? Belecsimpaszkodik egy műmajomba. Nem szomorú? Szomorú, de a kismajomnak mégis sokkal jobb, hogy tud valahova csimpaszkodni.
Na ez ez. És a kismajom inkább anyukájának látja a fabábút szőrrel, és nem döglik meg. Mert ha nincsen fabábú szőrrel, megdöglik. Tehát, hogy idealizálunk egy képet, a lelki egészség szempontjából roppant hasznos. Nagyon hasznos. De aztán növünk föl, és egyszer csak rájövünk, hogy ha-ha, a fele Isten, a fele meg szőrrel bevont bábú. Aranyos, meg minden, kis moncsicsi, ti-di-di-di. De az élő Istenre nem hasonlít. Ha hasonlít csak. Mi szokott ilyenkor történni? Csak hogy tovább menjünk, ugye? Most vegyünk egy ilyen nagyon egyszerű, primitív ívet, hogy valakinek nincs apukája. Kialakít magának egy idealizált apaképet, de mert nincs kire rávinni, ráviszi Istenre. Hát ha nincs ott egy férfi a családban, nincs nagypapa, nincs keresztapa, senki, kire megy rá ez a kép? Hát valakire rá kell, hogy menjen, akarjuk, hát ha... Hát rámehet Obi-Wan Kenobira is. Rámehet. Ez szabad a vásár, tehát valakire rámegy. Csak az egy kicsit, egy gyerek még azzal jól el van, csak hogy nő föl. Rámegy Istenre, mert hallja, hogy a mennyei atya. Ó, hát a mennyei atya. És akkor látunk egy kisgyereket, nő föl, és ó, milyen szép, milyen, micsoda nehéz az élete, és akkor láttam olyan hitoktatót, látott egy ilyen gyereket, és akkor na hát ez a kisfiú, hát ez egy kis szent, dehogy szent. Annyira sérült, hogy rászorul arra, hogy idealizáljon magának egy Istent. Mi ezzel a nehézségem? Megint csak nem az, ami ennek az Istennek sok szempontból a tartalma, bár egyoldalú, így idealizálva, hanem az, hogy milyen lesz a viszonyom egy idealizált Isten képzethez. Hát lesz, mint a kismak a műmajom csimpaszkodás. Csimpaszkodni fog, hát nem meri elereszteni. Hát nem elég neki, hogy nincs anyja. Akkor belecsimpaszkodik abba a szőrbe, és el nem engedi. Ezért egy ilyen idealizált Istent úgy szorongatunk, hogy mögötte egy általában nem tudatosított félelem van. Hát ha ezt is elveszik a kezemből, nincs mit megfogni. Hát akkor nem marad semmi. És ez nagyon sajátos irányokba tud menni. Lehet az illető vallási fanatikus, lehet ilyen, Isten szeret, ezt mondja, igaz, hogy az egésznek nem sok. Szóval lehet egy ilyen szónok, lehet egy szép meg minden, csak mögötte egy rettenet van. Ha elveszítem ezt a hitemet, akkor a semmibe hullok. Szorongatja a műmajmot, és nem mer szembenézni a véggel, hogy azen megengedte, hogy az ében egy ideig egy műistent szorongasson. Hogy az Isten megengedte, hogy ne legyen apja. Hogy megengedte, hogy 4 éves korában meghalljon az anyukája. Ezt a veszteséget próbálja megúszni azzal, hogy a műistent ragadja meg. Ami a lehető legérthetőbb. Leg. Addig szorongasd, ameddig szükséged van rá. De ha már van benned erő, erezd el. Mert a mű mögött van egy igazi. Csak volt egy pont, amikor az igazi nem volt neked elég. Nagyon sajátos, nem volt elég. Mert az ember bele van gyökerezve az anyagba. Szerethet engem az Isten, ha az anyukám nem ad nekem enni, mikor 2 hónapos vagyok. Akkor szép, meghalok. Ez egy ilyen történet. Három. Na jó kis húsvétot csinál.